Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és stúdiónk vendégét, Hatházi Sándor országgyűlési képviselőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A mai beszélgetésünk alapját ugye az adja, hogy hamarosan véget ér ez a 4 éves ciklus, amire önt is megválasztották, és gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk akkor erről, mi minden történt ebben az elmúlt 4 esztendőben. Kezdjük mindjárt azzal, hogy 2010. május 5-e volt az a nap, amikor átvehette a megbízó levelét a Szentendrei Városházán, és akkor azt mondta, hogy az eddigi munkáját szeretné folytatni. Most így majdnem 4 év leteltével, hogy érzi, mennyire sikerült tényleg azt a munkát folytatni? Hát nem így lett. Nem így lett, mert ez egészen más volt ez a ciklus, mint a korábbi ciklusok. Itt igazából az egyéni képviselő tette a dolgát természetesen a területen, de igazából a parlamenti munkára kellett koncentrálni. Rendkívül zsúfolt volt, feszített volt az ütem, és nagyon sok belső egyeztetést kellett elvégezni, ami felemésztette az idő egy jelentős részét. De azt gondolom, hogy ennek azért van eredménye, látható eredménye, hiszen első között lehet említeni például az alaptörvény elkészítését, amelyet szintén rendkívül sok egyeztetés és belső vita kísért. De azt gondolom, hogy eredményes volt ez a munka, és egy olyan alaptörvény született, amely remélhetőleg tartós lesz. Én bízom abban, hogy nem csak itthon Magyarországon fog ez jó példát szolgáltatni, de már most látható, hogy néhány európai állam is elkezdte érdemben tanulmányozni ezt az alaptörvényt, és kezdik értékelni, hogy igen, ez valami új dolog az Európai Unió életében és Európa életében, és nagyon sok olyan eleme van ennek az alaptörvénynek, amely átvehető más országok számára is. Nagy vita előzte meg. És kísérte. Mert érdekes volt, hogy voltak olyan ellenzéki pártok, akik vitatták, de a parlamenti vitában nem kívántak részt venni. Tehát ők a kommunikációs oldalát tartották fontosnak, és nem az érdemi oldalát, hiszen azért mégis ezeknek a vitáknak a helye a parlamentben van normális esetben. Most ők ezt a vitát kivitték a médián keresztül, és belföldön, illetve külföldön is folytatták ezt a vitát. De azt gondolom, hogy ezen is túl kellett jutnunk, és ezt követően lehetett elkezdeni az alapokra a felépítmény építését, és hát ez is gyakorlatilag egy teljesen új ház építését jelentette. A stabil alapra a kétharmados törvények kerültek, ami tulajdonképpen a falakat, a vázat, a hatószerkezetet jelenti, és azzal párhuzamosan folyt a törvényalkotás, minden egyéb ehhez kapcsolódó törvénynek az újragondolása, újraértelmezése, illetve az alaptörvényhez, valamint a sarkatos törvényekhez történő igazítása. Rendkívül összetett és rendkívül bonyolult volt ez. Én azt szoktam mondani, és szerintem ez meg is állja a helyét, hogy nagyon kevés olyan ember volt és van a magyar parlamentben, illetve Magyarországon, aki teljes összefüggésében látta ezt a folyamatot és tudta értékelni. Éppen ezért a frakcióüléseken, illetve a munkacsoportüléseken nagyon időigényes volt ezen jogszabályoknak, törvényeknek, rendelkezéseknek a megbeszélése, vitája és a végső elfogadása. Egyébként jellemző is volt az a munkánkra, hogy nagyon sok esetben már a benyújtott törvényjavaslathoz küldtünk be számos módosító javaslatot, illetve módosító javaslat csomagokat is, hiszen nagyon feszített volt az ütem. Nagyon nagy feladat volt, azt gondolom, a járási rendszernek a kiépítése, és ugye ez egy teljesen merőben új rendszer, ami elkészült. Beváltotta eddig a hozzáfűzött reményeket? Azt tudom mondani, hogy igen, nagy részében igen. Vannak természetesen működési problémák, de ezeket folyamatosan hárítja el a közigazgatásban dolgozó apparátus. Emberközelibb lett, és sokkal gyorsabb, és ez rendkívül fontos, sokkal gyorsabb lett az ügyintézés, és emberközelibb. Ezt gondolom, hogy érzik a választópolgárok is, gyakorlatilag egy helyen el tudják intézni ügyes-bajos dolgaikat, és belátható időn belül. Én még emlékszem azokra az időkre,
amikor ugye a polgármesteri hivatalok működtették a közigazgatás jelentős részét, az alapjait, és hát jöttek be a lakossági panaszok, hogy benn van már hónapok óta a kérelem, és még nem történt ügyintézés, nem történt előrelépés, most pedig azért nagyon feszes határidőre érdemi ügyintézés a feladat. Már a 2010-es választás évében a lakáshitelesek védelmét meghirdette a kormány, és később aztán törvény is született a devizahitelesek védelméről. Miért volt olyan fontos, hogy szinte az elsők között ez a kérdés valamilyen szinten rendeződjön? Azért, mert ez sok százezer embert érintett, sok százezer családot érintett. Emlékezzünk vissza, hogy 2000 tájékán indította el a Fidesz, még az első Fidesz kormány idején a lakásépítési programot. De ez nem ilyen volt, hanem ez olyan volt, hogy garantált volt a hitel, kamat, és volt hozzá állami támogatás, és az egész kiszámíthatóvá tette a folyamatot. És én még emlékszem arra a 2002-es választási időszakra, amikor Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök jelölt, azt ígérte, hogy a lakástámogatási rendszer az jó, egyetért vele, ezt meg kívánja tartani, sőt, tovább kívánja javítani. És akkor valamikor 2003 tájékán ez a gondolat ez megtört, és az hangzott el a parlamentben is, az akkori kormánypárti, tehát MSZP, SZDSZ képviselők részéről, hogy ez finanszírozhatatlan. És mekkora a költségvetési terhet ró az államkasszára, és ezért gyakorlatilag ezt megszüntették 2003-ban. És akkor ugye a Magyar Bank rendszer kínált egyfajta hitel lehetőséget, de az már piaci, úgymond piaci kamatozású volt, és fedezetet, ingatlan fedezetet kértek, és ugye hamarosan bejött a deviza alapú hitel, és azt mondták a bankok, hogy a forint alapú hitelnél van kérem jobb, kedvezőbb a kamatozása, és igazából biztonságos. A bankok ezt mondták, biztonságos. Igen, az árfolyam kockázat az van, de igazából ezt érdemes fölvállalni, mert jelentősen kedvezőbb kamatkondíciókkal tudják ezt a hitelt biztosítani. És akkor az emberek hittek a bankoknak természetesen, és akik lakásépítés vásárlásban gondolkodtak, nagyon sokan belevágtak ebbe. És persze voltak olyanok is, akik fölvettek hitelt deviza alapon, és a lakásukat, az ingatlanokat adták fedezetként. Ezek a hitelek vagy gépkocsi vásárlásért szolgáltak, vagy vállalkozást szerettek volna beindítani. Nagyon sok ilyen deviza hiteles is volt. Mi ezt láttuk, és ugye a deviza árfolyamok érdekes módon előbb-utóbb elszabadultak, és olyan hihetetlen mértékben megnövekedtek a törlesztő részletek, amelyet emberek tömegei nem tudtak finanszírozni, és kétségbeesett helyzetek alakultak ki. Azt gondolom, hogy az államnak ezekben a szituációkban kötelessége a közbeavatkozás, és ezt az állam meg is tette, számos intézkedést tett, és mi nem jöttünk a végére, valamennyi olyan hitelesen, devizahitelesen segíteni kívánunk, akik lakáscélú hitelt vettek föl. Ez határozott szándékunk. A bíróság az nem mindig van velünk, az igazságszolgáltatás, de most egy érdekes fejlemény történt az elmúlt hetekben, mert az Európai Bíróság is, Strasbourg is kimondta azt, hogy már pedig a szerződések utólagos módosítása az jogszerűtlen volt. Úgyhogy most újból kezdjük el ennek a kérdéskörnek a vizsgálatát, és szeretnénk végső biztos megoldást találni erre a kérdéskörre. A bankoknak nem biztos, hogy ez a négy esztendő volt, azt hiszem, a legkedvesebb időszaka a magyarországi létükben. Azért elég sok olyan intézkedés született, amivel szintén az állampolgárokat próbálták védeni a bankokkal szemben. Ez igaz, de hát ilyen az élet. Vannak kedvezőbb időszakok az ember életében, és vannak kedvezőtlenebb időszakok. A bankok is így vannak ezzel. Az elmúlt mondjuk 2002-től 2010-ig azért elég kedvező időszak volt számukra. Ugye gondolok itt a bank konszolidációra, gondolok arra, hogy olyan kedvező helyzetbe kerültek a bankok,
amelyek extra jövedelmet biztosítottak számukra, és gyakorlatilag meg is erősödtek. De érdekes módon 2008 tájékán mégis valami kis probléma adódott a bankvilággal egész a földön, az egész világon, és ez maga alá temetett jó néhány bankot, így a magyar bankok egy része is bajba került természetesen. És mindezt tetézte az, hogy a magyar kormány az emberek oldalára állt végre, és megpróbált rendet vágni ebben a kérdésben. És igenis, a bankok, a korábbi nyertesek, azok vegyenek részt a nehezebb időszakok viselésében is, és az volt, és ma is az az álláspontunk, hogy nekik is ebben részt kell vállalniuk. Nem lehet mindent a lakossággal megfizettetni, nem lehet minden bűnt és hibát a lakosságra ráterhelni, azokkal is, azokat is be kell vonni ebbe a finanszírozásba, akik korábban a kedvező oldalon álltak. És akkor, hogyha lépünk egy szintet följebb, akkor itt vannak mindjárt az önkormányzatok és az adósságrendezés kérdése. Azt hiszem, hogy ez sok település számára létfontosságú lépés volt. Igen. Tehát az a helyzet, hogy 2010-ben előttünk sorakozott számos probléma, amiket meg kellett oldanunk. Ugye a legfontosabb probléma az az volt, hogy az ország ott állt a csőd szélén. Ez szó szerint értem. Én emlékszem arra azokra a frakcióülésekre, amikor a miniszterelnök úr értékelte az ország helyzetét, és elmondta, hogy nagyon közel állunk a csődhöz. Elmondta azt is, hogy mit jelent a csőd. Tehát a csőd az nem azt jelenti, hogy akkor az ország bejelenti a csődhelyzetet, és egyébként az élet megy tovább, hanem az azt jelenti, hogy az állami alkalmazottak nem kapnak fizetést. Az azt jelenti, hogy a nyugdíjak folyosítását felfüggesztik, az azt jelenti, hogy számos intézmény nem fog működni, és gyakorlatilag egy kétségbejtő állapot alakul ki. Működésképtelenné is válhat az ország. És ezt mindenképpen el kell kerülni. Ezért ugye két út állt előttünk, az egyik az hagyományos, aminek ugye Magyarországon sajnos nagy hagyománya van már, hogy akkor fizetessük meg ezt a összeget a lakossággal. Ennyi a hiány? Ennyi. Akkor osszuk el 10 millió emberre, és valamilyen formában fizetessük meg a lakossággal. Ennek volt gyakorlata az országban. És miniszterelnök úr pedig azt mondta, hogy van egy másik út. Mégpedig az, hogy a korábbi időszak nyerteseivel fizetessük meg ezt az összeget, és ilyenek a bankok, ilyenek a multinacionális vállalatok, akik az elmúlt időszak nyertesei voltak. És ebből született a bankadó, ebből született a multikat megadózható rendszer, és nagyon nagy vihart váltottám ezt, kiemlékezzünk vissza 2010 őszére. Rendkívül nagy vihar volt Magyarországon is, érdekes módon az ellenzéki politikai erők nagyon erős kétségüket fejezték ki, és tiltakoztak, és természetesen Nyugat-Európa üzleti világa és politikai világa is tiltakozott ez ellen, mert ez külföldi érdekeket sértett. A bankok döntő része nem magyar bank, hanem osztrák, német, olasz és nem tudom milyen nációi bank, illetve a multicégek is értelemszerűen nem magyar érdekeltségűek, hanem külföldi érdekeltségűek. Úgyhogy nagyon nagy vihar volt ebből. Ezt miniszterelnök úr előre látta, és elmondta, hogy ebből bizony kiabálás lesz, ebből bizony feszültség lesz. De azt mondta, hogy szerinte nincsen más megoldás. És ezt az utat végig kell járni. És azt is elmondta, hogy ennek vannak kockázatai. És akár az is a kockázata lehet, hogy új választásokat kell kiírni, mert megbújik a kormány. De egyszerűen az ő véleményét elfogadtuk, rengeteget beszéltünk egyébként erről, és végül is a frakció kiállt a koncepció mellett, és ezt végig is vittük. Megjegyzem, hogy voltak külföldi kísérletek, hogy buktassuk meg a kormányt. Voltak hazai támogatói is, lelkes támogatói is ennek természetesen, de hála a békemeneteknek ez a törekvés meghiúsult,
és a kormány a helyén maradhatott, és ezt a politikát tudta tovább folytatni, és kívánja tovább folytatni a jövőben is. Az önkormányzatokra visszatérve, vagy rátérve, itt a térségben mit látott, ugye egyeztetett minden településnek a polgármesterével, mennyire volt nagy szüksége ezeknek a településeknek arra, hogy átvállalja az állam a tartozásukat, adósságukat? Igen, hát voltak olyan települések, nagyon kevés, akik nem rendelkeztek adóssággal, hitelállománnyal. Nem rendelkeztek azért, mert vagy nem volt olyan nagyon fontos, mindenáron megvalósítandó cél, legalábbis ők így gondoltak az önkormányzatok, amit meg kell valósítani mindenáron, még akkor is, hogyha a hitelt vesz fel az önkormányzat. Vagy pedig olyan jó pozícióban volt az önkormányzat, ilyen például egyébként Budakalász, ahol kiemelkedően magas az adóbevétel, nem volt rá szüksége. Tehát meg tudta finanszírozni a saját költségvetéséből ezeket a célokat. De a többség az bizony igen jelentős adósságot görgetett maga előtt. Volt, aki tornacsarnokot épített, volt, aki iskolát fejlesztett, volt, aki az úthálózatot tette rendbe, volt, aki az intézményfejlesztés adott a fontosnak, tehát itt azért komoly célok valósultak meg. Illetve hát az is igaz, hogy az uniós támogatási rendszer az rendkívül csábító volt, hiszen általában a projektek 70%-át megfinanszírozta az uniós költségvetés, de 30%-ot hozzá kellett tenni saját forrásból. És azért ez milliárdos beruházásoknál ez több százmillió forintot jelentett, és ezek is hitelből történtek, ezek a finanszírozások. Úgyhogy a legjelentősebb összeg Szentendre esetében volt, azt követően Pomáz volt a következő nagy adós, és az első menetben ugye az adósság 70%-át vállalt át Szentendre esetében a kormány. Pomáz esetében, ha jól emlékszem, 60%-ot. A kis települések, tehát 5000 lélekszám alatti települések esetében pedig a 100%-ot vállalt át. És szerintem nagyon helyesen volt egy másik döntés, hogy az önkormányzati konszolidációt azt fejezzük be, és második lépésben az 5000 lélekszám fölötti települések esetében is a 100%-ot átvállalta a kormányzat. Ezzel előállt egy olyan kegyelmi állapot, hogy az önkormányzatok tehermentesültek a korábbi kötelezettségeik alól, és rendkívül szigorú gazdálkodásra kellett átérni mindenütt, így az önkormányzatok esetében is, és a jövőben pedig a hitelfelvétel az csak kormányengedéllyel valósulhat meg. Tehát a kormányzat felé lehet jelezni, az önkormányzatok jelezhetik, hogy ők szeretnének egy programot megvalósítani, és az önkormányzati jelen forrásból nem finanszírozható, csak akkor, hogyha hitelt vesz fel az önkormányzat. Ezt a kormányzat minden esetben nagyon szigorúan megvizsgálja, és eldönti, hogy igen, ez visszafizethető-e az önkormányzat részéről, vagy nem. És hogyha igen, akkor engedélyezze a hitelfelvételt. Jövőben ez így fog működni, és szerintem rendben is van, hiszen volt egyfajta felelőtlenség is azért, vagy rossz kalkuláció, inkább így fogalmaznék, hogy az önkormányzat rosszul mérte föl az erejét, és aztán nehéz helyzetbe került. De azért megjegyzem azt is, hogy nagyon sok esetben az önkormányzatok nem tudtak hosszú évekre előre kalkulálni kellő biztonsággal, azért, mert az állam mindig újabb és újabb feladatokat adott oda az önkormányzatoknak, de finanszírozásról nem gondoskodott. Tehát így a gördülő költségvetési tervezés az nem mindig tudott megvalósulni. És ebből is adódtak természetesen olyan helyzetek, amelyek finanszírozási problémát hozva vezettek. Ami minden Magyarországon élő embert érint, az a rezsicsökkentés, amit ugye több hullámban tárgyaltak és fogadtak el. Milyenek a visszajelzések önhöz a lakosság részéről? Mennyire gondolják úgy, hogy ez egy jó lépés volt?
Azt tudom mondani, hogy egyértelműen pozitív, de azért vannak itt is még problémák, amiket meg kell oldani. Ilyen például az, hogy a kéményseprő díjak terén például vannak még anomáliák, ezeket meg kell vizsgálni, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Tehát volt olyan település, ahol igen jelentős díj emelés valósult meg a rezsicsökkentés meghirdetése előtt. Érdekes módon. Tehát ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálni. De az emberek döntő többsége ezt fontosnak, szükségesnek és helyesnek ítéli. Már csak azért is, mert 2002 és 2010 között 15 alkalommal került sor áremelésre az energiaszektorban, a gázára háromszorosára, a villamosenergia ára kétszeresére emelkedett, és ez nem volt indokolt. Ez azért történhetett meg, mert a kormányzat tétlenül nézte ezt a folyamatot, és az energiaszolgáltatók számára ezt lehetővé tette. Sőt, még emlékszem arra, hogy 1994 és 98 között, akkor, amikor az első energiaszektori privatizáció megvalósult, ugye akkor az elmű, mert az elektromos hálózatok eladása történt meg, akkor az állam garantált 8% biztos profitot a vásárlónak, a szolgáltatónak. Na most ez persze nem volt elegendő, ettől több kellett, és ezért elszabadultak az energiaárak, és a kormányzat nem avatkozott közbe. Ez olyan mértéket öltött, hogy a családokat megnyomorította gyakorlatilag, és extra profitot eredményezett a szolgáltatónak, éppen ezért az államnak közbe kellett avatkoznia. Nagyon helyesen, első lépésként befagyasztotta az áremelkedést, lehetetlenítette, második lépésben pedig elkezdte a csökkentést 2-10%-os mértékben, és ezt a folyamatot szeretnénk még a jövőben is továbbvinni. Nem olyan régen volt Szentendrén egy lakossági fórum, ahol azt mondta, hogy 2014. legfontosabb feladata az, hogy megvédjék a rezsicsökkentést. Miért olyan különösen fontos ez? Komolyan mondom, nem is értjük a jelenlegi ellenzéki pártok logikáját. Nem értjük azt, hogy miért mondják, hogy a rezsicsökkentést fel kell függeszteni, hogy megint szabaddá kellene tenni a szolgáltatók számára a díjemelést. Egyszerűen ezt a logikát nem értjük. Hát nem az emberek oldalán kellene állni egy kormányzatnak? Nem a lakosság választja meg a kormányzatot, a politikai képviseletet? Hát hogy lehet az, hogy a lakosság ellen próbál politizálni egy politikai erő? Hogy gondolja, hogy így sikert érhet el a választásokon? Egyszerűen ezt nem értjük. Márpedig ezek komoly tényezők. Tehát azt hallhatjuk akár Bajnai Gordon, akár Gyurcsány Ferenc, akár Mesterházi Attila szájából, hogy az energia, a rezsicsökkentés azt fel kell függeszteni, és újból vissza kell állítani a régi rendszert. Hát ilyen nem lehet. Ez nem az ország érdeke. Ez nem a lakosság érdeke. Nekünk az az érdekünk, hogy elfogadható szinten rögzüljön az energiaár, és nem csak a lakosság irányába szeretnénk ezt a folyamatot fenntartani, hanem a vállalkozók irányába is. Mert, és egyébként ezzel Európa már szembesült, az európai versenyképesség csökkenés, romlás egyik oka a magas energiaár. Ha összehasonlítjuk az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott energiaárakat az unióban lévőkkel, akkor egyértelmű a versenyhátrány. Tehát nekünk nem csak a lakossági energiaárakat kell kordában tartanunk, hanem a vállalkozói szféra számára biztosított energiaárakat is. Éppen ezért teljesen logikus az a gondolat, hogy az energiaszolgáltatást non-profittá kell tenni. Tehát ott profit nem termelődhet, pláne extra profit. Nyilvánvaló, hogy azokat a költségeket be kell építeni az árba, amely a szolgáltatás színvonalának megtartásához és fejlesztéséhez szükséges, de a profitot nem. Ez az álláspont. És ezt kívánjuk érvényesíteni. Úgyhogy jelen pillanatban van egy ilyen háborúnak mondott dolog, hogy a szocialisták azt mondják, hogy már pedig energiaárat kell emelni, mi pedig azt mondjuk, hogy nem. Mi a lakosság oldalán állunk.
Az elmúlt 4 esztendőben a Parlament Sport és Turisztikai Bizottságában dolgozott, és korábban még azt mondta, hogy a gazdasági növekedésnek az egyik fő motorja lehet a turizmus. Gondolom, akkor ez a gondolat az elmúlt 4 esztendő során sem változott meg. Teljesen így van. És örülök annak, hogy a turizmus ágazat az több mint 7%-os fejlődést tudhat maga mögött. Igen, jelentős mértékben emelkedett a vendégészakák száma, és ráadásul most már ott tartunk, hogy nem egy árlejtés valósul meg, hogy egymás alá kínálják a szolgáltatások árait a magyar versenyzők, hanem kialakult egy olyan árszint, ami az ő jövőjüket garantálja, biztosítja, és szeretnénk ezt tovább megtartani. Ezt a fejlődést rendkívül fontos számunkra a külföldi piac, elsősorban a német-osztrák, de a lengyel piac az nagyon izgalmas, az orosz piac nagyon izgalmas, és örülök annak, hogy Kína is érdeklődik Magyarország iránt, és azt szeretnénk elérni, hogy Kína Magyarországon keresztül lépjen be az unió országaiba. Magyarul a kínai idegenforgalom egy jelentős része Magyarországon csapódjon le. A jövedelem is, persze. És akkor így végül összegezve, mit gondol az elmúlt 4 évben végzett munkájukról? Nagyon nehéz volt, és még egyszer mondom, hogy egészen más típusú, mint a korábbi munka. Kevesebb energia jutott a választó kerületekre, de ennek ellenére igen jelentős fejlesztések valósultak meg a térségben, akár útépítések, akár intézményfejlesztések. Ezek közül az árvédelmi rendszer építését mindenképpen ki kell, hogy emeljem. Nagyon sok aggódó hang volt a mobilgát miatt. Én örülök annak, hogy ez a tavalyi árvíz, ez sikeres volt a védekezést illetően, és kiállta a mobilgát a próbát. Most már mindenki megnyugodhat, hogy ez egy megfelelő műszaki megoldás, kellő biztonságot ad számunkra. És elindult Tahitót falun is az árvédelmi rendszer építése. Hamarosan, nem tudom az okát, hogy miért nem indult el eddig, de hamarosan elindul a visegrádi fejlesztés is, és én azt szeretném, hogy a Dunakanyar árvidelmi biztonsága az egész dunai szakaszon az megfelelő szintű legyen, úgyhogy van még feladatunk bőven ezen a téren. Képviselő úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmét, viszontlátásra!